több tucat pályamunka érkezett be a Tolnai Magház munkatársai által meghirdetett tematikus rajzversenyre. Az ötletgazdák a szabadságharchoz kapcsolódó munkákat vártak óvodáskorú gyerekektől. Segített valaki rajzolni? Nem. Egyedül csinálta. És hogy honnan jött az ötlet, hogy ilyen szépen csináljuk? Hogy találtad ki? Úgyhogy arról foglalkoztunk. Minden magyar. Minden, ami pillangó, a formák, mindenben benne van ez a magyar szín, és az, hogy sok mozgalmas képet csinált ő is. Nem volt olyan egyszerű kiválasztani, mert mindegyik annyira ügyes és annyira mozgalmas kép volt, tehát azért látszódott, hogy ki milyen korosztályban van. Azért próbáltunk úgy választani, hogy benne legyenek a kicsik is és a nagyok is, és ugye voltak csoportos képek is. Igazából a mozgalmasságát, a színeket néztem, hogy hogyan használják a technikákat és a formákat, hogy jelenítik meg ugye a szabadságharcnak a... Annyira picik még ők, hogy ugye nem egyszerű nekik, hogy azért az óvónéni elmagyarázta, hogy mi is lehet ez. És sikerült azért összehozni nekik ezt a kis performance-ot. Igazából az első helyezet, ugye látjuk, hogy ez elég mozgalmas kép, szóval sok figura, sok szín, ott van egy témaköre az egésznek. A második helyezetnél ugye, hogy a figurát, ahogy ezt a ruházatot ugye kialakította, hogy ugye igen, ilyen volt anno azért a ruhájuk nagyjából, és akkor hát még a háború ott van, és ugye a piros fehér-zöld zászló, magyar zászlón. Harmadik helyezetnél ugye ő még elég kis fiatal, és ott is a színek, hogy a színekkel játszott. Nem csak kiszínezte egy színnel, hanem azért belerakott a tüzet, hogy próbálta. Ezek a felvételek pedig már néhány méterrel arrébb a Magház emeletének egy másik termében készültek. Itt a gyerekek és szüleik a szabadságharc tematikájához kapcsolódó kézműves foglalkozáson vehettek részt. Mit csinálunk? Mi elmondod a bácsiknak? Hogy mit csinálunk? Nemzeti színű virágot csinálunk, és csak ide, erre a felére is. Raffiából készítünk. Egy szép nemzeti színű virágot fogja, csak meg is jó nyomjad le, jó meg kell neki száradnia. Csupa nemzeti színű dolgot, minden, igen, nemzeti karkötőket, fiúknak, lányoknak, csak nemzeti színben gondolkodunk ma. Hoztunk nagyon szép gyöngyfűzést, lányoknak, fiúknak, hoztunk huszárcsákot, hoztunk lányoknak pártát, a kokárdát csinálunk, csipetkézéssel, ilyen kis nemzeti színű papírokkal. Mit hoztunk még? Hoztunk kis CD-be. Ugye az újrahasznosítás itt is megjelenik, nekünk ez egy végjegyünk, újrahasznosítunk mindent. CD-ből kis huszáremberkéket lehet csinálni, gyöngyön, mindenféléket. Inkább segítsek? Szuper, jó. Jó, akkor rajzolunk egy kabátot neki. Bizony huszárkabátok, sőt huszárok is készültek, ráadásul mézes kalácsból a Magház földszintjén. A gyerekeket két emeleten várták a szabadságharchoz kapcsolódó programok. Hát ne is játszol itt, nem kell bíró. Egyedül az a cél, hogy
hogy a Jancsi szédüljön. Hogy úgy? Ezek a képek pedig már a lovarda és a magház közötti játszótérnél készültek. Itt Toma és csapata várták történelmi játszóházzal a gyerekeket. Itt az a feladat, hogy minél több karikát gyűjtsenek a botjaikra. Amelyik karika leesik, az elveszett. És miket hoztatok még? Hoztunk még Jancsit, akit el kell szédíteni. Hoztunk mindenféle ügyességi játékokat, illetve karikadobást vagy gombvarrást. Nem volt könnyű a két madzagon mozgatott golyóval betalálni a lyukakba, de a csapatmunka végül sikerre vitte a fiúk próbálkozásait. Nekem könnyű. Nekem nehéz.